Benkő István, azaz Stephen Benkő Amerikában egy Philadelphia közeli városban született, svájci édesanya és magyar édesapa gyermekeként. Már felnőttként érkezett Magyarországra egy munkalehetőség miatt. A Baseball Egyesület elnöke szentendrei pályájuk mellett így emlékezett vissza arra, hogyan kezdődött a sportág hazai története. Kb. 90-ben ide költek engem az állás miatt. Terv volt 2-3 év, és aztán haza, de sors kicsit más volt, és akkor itt maradtam ezóta. Ide költöztünk ki a Dunakanyarval kb. 25 éve. És mi a kapcsolódási pontod a baseballhoz? Gondolom, hogy már kint is űzted. Honnan ered ez a szerelem? Ja, tényleg ott kint mindenki játszik baseballt. Én is játszottam, azt mondom, hogy 6 éves kor ott szerintem, és ott nőttem föl. És amikor így jöttem, az volt egy jó meglepetés, hogy itt is van baseball. Szerintem, hogy legalább 30 év óta van itt baseball Magyarországon, van egy óriási nagy bajnokságon, és a Szentendrei csapat az volt majdnem az első csapat itt Magyarországon. Legalább 25 éves, ha nem több. Március 4-én szombaton a Honvédség Altiszti Akadémiáján 4 csapat méri majd össze erejét. A Debrecen Tigers, az Érd Dodgers, a János Somorja Rascals és a házigazda Szentendre Sleepwalkers ütközetét tekinthetik meg a nézők körmérkőzések keretén belül. A hazai csapat edzőjét a terem baseball sajátosságairól kérdeztük. Sokkal pörgősebb, mint amikor a pályán játszunk a gyerekekkel, tehát aki meg akar ismerkedni a sportággal, az itt viszonylag könnyebben megteheti, tehát rövidebb idő alatt lemennek a meccsek, mint mondjuk a pályán. Kicsit átalakítjuk a pályát, a szabályok is egyszerűbbek, és emiatt tényleg gyorsabb a játék, mint kint itt a szabadban. Az Egyesület jelenleg 70 tagot számlál. Március 2. felében toborzást indítanak a játék népszerűsítésére. Elsősorban az utánpótlás korosztályban, de mindenkit szívesen látnak, aki kipróbálná ezt a sportot. Az edző további távlati terveikbe is beavatta stábunkat. A váci csapattal már régóta kapcsolatban vagyunk, ismerjük az ottani edzőt, ő is egy amerikai úriember, és megbeszéltük vele, hogy mivel közel is vagyunk egymáshoz, így tudjuk segíteni egymást a játékos állomány növelésében is, közös csapatok indításával, illetve a Duna mindkét partján a toborzása. A kezdeti időszakra az Egyesület biztosít felszerelést a gyerekeknek, a későbbiekben pedig segítenek a kesztyűk és a ruházat beszerzésében. Az edzések az mindenkinek ott lesz, ahol lakik, vagy amit a legkönnyebben elér, és a meccsekkel leszünk úgy, hogy esetleg a váci pályára tudjuk szervezni a kisebbeknek a mérkőzéseit, ugye itt a pálya mérete különböző a felnőtteknél és a gyerekeknél. Itt Szentendrén egy felnőtt pálya van, ahol természetesen lehet gyerekmeccseket is játszani, ugye a mobil bázisokat fölteszünk. Vácon viszont van egy állandó hangra kialakított gyerekméretű pálya, tehát oda tudunk meccseket vinni, ami szintén segít abba, hogy itt a felnőtt meccseket, hogyha ütköznének a gyerekmeccsekkel, akkor nincs ebből probléma. Az izbéki területen többféle sport gyakorlására is van lehetőség. Szerencsére jól megférnek egymás mellett a baseballt játszók és a futók. Igyekszünk mi is úgy alakítani a pályát, hogy folyamatosan bővítjük a kerítéseket, a védőhálókat, hogy még véletlenül se legyen az, hogy egy edzésen vagy mérkőzésen kirepülő labda zavarja a futókat, illetve igyekszünk meghirdetni mindig, hogyha nagyobb rendezvényünk van, hogy tudják a futók, hogy akkor esetleg a futópályát nem lehet használni. A terület teljes egészének karbantartása az Egyesület feladata, ezért is érintette őket olyan rosszul az a sajnálatos esemény, amikor a közelmúltban feltörték a raktárhelyiségüket, és számukra értékes eszközöket vittek el onnan. Itt télen ugye nekünk a sportfelszerelésekből nem sokat tartunk, viszont itt voltak a pálya karbantartásához szükséges eszközök, fűnyírók, fűkaszák, amiknek lába kélt, úgyhogy ez szintén ugye nem a legjobb időpont, mert pont most lesz majd szükség rá, hogy elkezdjük itt a tavaszi munkákat. A feljelentést megtettük ez ügybe a rendőrségen, a nyomozást elkezdték, nem tudom, hogy mennyi esély lesz itt bármi kedvező fejleményre, ugye, tehát maga a pálya nincs szem előtt, úgyhogy nem találtunk senkit, aki látott volna valamit. Meglátjuk.
Az Altiszti Akadémia tornacsarnokában szombaton 10 és 16 óra között összesen 6 meccset játszanak majd a gyerekek. A helyszín befogadó képessége véges, aki esetleg lemarad a mérkőzésekről, az élőben követheti az eseményt egy videó megosztó portál segítségével. A részletekről a Szentendre Sleepwalkers Baseball Sport Egyesület közösségi oldalán tájékozódhatnak.